próbáltuk felvezetni a magyar bélyegkiadást, a bélyegtervezőket, és mindazokat a bélyegeket, ami Székesfehérvárhoz kötődik. Néhány hét erejéig a Köfényművelődési Házba költözött a Városi Bélyeggyűjtő kör kiállítása. A tárlat Hada Tibor 92 éves gyűjtő bélyegeit tartalmazza az elmúlt közel 100 évből. Laci Zoltán a körelnöke fontos feladatnak tartja, hogy a fiatalabb korosztállyal megismertessék a különleges postai jeleket. Idén nyáron gondoltunk arra, hogy a nyári napközis táborokban levő gyerekeknek is megmutassuk, és eljutottunk a Köfém egyben levő Aranybulla könyvtárba, ahol épp a Köfém Művelődési Ház által szervezett napközis tábor, nyári tábor volt. Ott találkoztunk a Művelődési Ház igazgatójával, akiről kiderült, mint mindenkiről kiderül, hogy valamikor bélyeggyűjtő volt, és ő invitált meg bennünket, ha lehetőségünk van rá, akkor hozzunk el ide is egy kamara kiállítást. 1928-tól a mai napig vannak ilyen bélyegek. Fehérvári József mesélt a kiállított bélyegekről, azok történelméről. Mint mondja, sajnálja, hogy a 21. században szinte már a postások sem tudják, mi az a bélyeg, pedig egy különleges jel igenis színesítheti a küldendő levelet. A gyűjtési szempontból van létjogosultsága. Viszont ugye elvesztette majdnem, hogy 100%-ig elvesztette azt a funkcióját, ami eredetileg a bélyegnek volt, hogy ezt a postai levélforgalomba ugye ezzel menjenek a levelek, és hát akkor nem csak egyszerűen egy postai tarifát, egy díjat róljanak le a bélyeggel, hanem az még mutassa is, és akkor aki megkapja azt a levelet vagy csomagot, és ott van rajta egy szép színes bélyeg, az még akkor abból plusz információt is kaphat. A tárlat megtekintését követően levetítették a bélyeggyűjtőkör kisfilmjét, ahol bemutatkozott a férfi énekkar, a néptánc csoport, és ismertették az Aranybulla emlékév programjait. A tárlatot szeptember 1-ig tekinthetik meg a Köfém Művelődési Ház nyitvatartási idejében.